Áprilistól bizonyos megkötésekkel, de legálisan hordhat magánál marihuánát a német fogyasztó. Mindenre a kormányzati érvelés szerint azért volt szükség, hogy a fekete piacra folyó pénzeket az állami kasszába vezessék, valamint azért is, hogy így kontrolláltabb módon, tehát biztonságosabban lehessen füvet használni. A szexáriakat is megosztja az ügy. Ha lehet, akkor ne engedélyezzék. Miért? Mert semmiféle kábítószert, ha lehet, ne engedélyezzenek. Elég baj csinál az, ami évszázadok óta megvan, mint az alkohol. Természetesen akad azért olyan is, aki ha a teljes legalitást nem is, de az orvosi felhasználást annál inkább szorgalmazná. Állítólag van egy gyógyhatása, amit szeretnének a fiatalok kihasználni, gondolom én. De hogy ugyan a németeknél legalizálták? Hát mondjuk nem tenném azért. Azért maradhatna ez az orvosi része, de nem tenném legálissá. És olyanokkal is találkozni, akik mélységesen elítélik a kannabiszt. Hát az... Bár kéne szüntetni. Azt meg kéne szüntetni, de sürgősen. Az biztos. Mert ugye a németeknél ugye legalizálták. Igen? Igen. Azt nem tudtam. De én szerintem az nagyon nem jó. Az nagyon nem jó. Ez a szerintem füves, se. Ez a fű, ez a drog, ez nem jó. Egyáltalán. Meg szerintem senkinek se. Dr. Zaher Gábor megosztotta velünk a rendelkezésre álló hazai adatokat, miszerint évente 70-80 kábítószerrel összefüggésbe hozhatóbb haláleset történik nálunk, miközben ugyanez az alkoholra vetítve 30 ezer. Hogyha mondjuk ott van valaki marihuána függőként, mondjuk naponta 3-4 liter szív, és ott van mellette egy alkoholbeteg, aki mondjuk naponta megiszik mondjuk 3-4 deci vodkát, és mondjuk 4-5 sörrel ezt az egészet megkíséri, és úgy dönt mind a kettő, hogy ő most abba hagyja, akár úgy is, hogy nem kér orvosi segítséget, annak a valószínűsége, hogy a marihuána használó az elvonási tünetekbe belehal, az gyakorlatilag 0%. Ellenben az alkohol betegnél, hogyha ő abba hagyja az alkoholfogyasztást, jelentkeznek a megvonási tünetek, és a megvonási tünetekbe könnyen belecsúszhat akár egy-másfél nap alatt egy delirium trémensbe, amelyik mind a mai napig akár egy olyan 5-6%-os halálozási arányjal bír. A toxikológus úgy gondolja, itthon nem szakmai, inkább politikai döntések születnek a marihuána kapcsán, ami egyébként Európa egyik legszigorúbb törvényével van tiltva hazánkban. Az biztos, hogy ez nem egy csodaszer, de ma már nagyon magas A-típusú evidenciák vannak arra, hogy akár a THC, ugye a pszichoaktív hatóanyag, akár az egyéb más különböző hatóanyagok, amelyek benne vannak az indiai kendernövényben, azoknak bizonyos betegség esetében van pozitív medicinális hatásuk, és ez nem kérdőjelezhető meg. Mint elmondta, a könnyebben beszerezhető biofű sokkal több veszélyesebb, mint a kannabisz, ráadásul semmiféle gyógyító hatással nem jár. Nem értem ezt a fajta ellenállást, hogy azok a magas szintű evidenciák, amelyek bizonyos betegség esetén a kender növényben való hatóanyagok előfordulásáról szólnak, ezek Magyarországon miért találnak süket fülekre? Én azt gondolom, hogy az alapvetően nem egy szakmai, hanem ez egy politikai jellegű hozzáállás mutat. Tehát ilyen ma a világ. A szakember azt is megosztotta velünk, hogy nem tudni, mi lesz még később, valamiféle trend elindult, de hogy aztán 10 év múlva milyen döntés születik majd, az már egy teljesen másik kérdés.